Fizetni kell januártól az M0-ást használóknak az általános közszerviselés érdekében. Az autósok évvégéig használhatják ingyenesen az érintett szakaszokat. Jövőre újfajta megyei matricákat vezetnek be, amelyek egy évre 5000 forintba kerülnek majd. Újdonság, hogy az M1-es, M7-es bevezető Budapest táblától, januártól már csak matricával használható. Mit szól hozzá? Nem mondom ki, jó? Csúnya. Hát jobb, ha nem mondok semmit, az a véleményem, mert elnézést azért a bevásárlóközpontokig minimum kéne, vagy legalábbis ami Pest megye határáig, ez eddig mindenhol fizetés nélküli volt. Úgyhogy ez a legnagyobb disznóság. Azt gondolom, hogy ez a rezsicsökkentés, és nem örülök neki. Hát mivel vidékről jönnék, így azt gondolom, hogy az annyira nem éri meg nekem innentől kezdve, hogyha fizetnem kell minden egyes útszakaszért, úgyhogy valószínű, hogy akkor nem fogom ezt választani bevásárlás céljára. Felháborító. Hogy fog kijönni vásárolni? Hát, meg fogja venni a matricát? Nem fogom megvenni. Akkor nem fog vásárolni? Hát belvárosba. Tehát nem jövünk ki. Ennyit tudok mondani. Szokta használni az M0-ást? Szoktam. És most mi lesz januártól? Nem tudjuk. Aha. Tehát nem fogja használni? Hát nem fogom használni, reméljük, hogy lesz valami más megoldás, vagy ezt visszamondják, tehát mint a internet adott, tehát reménykedünk benne. Nem lesz ön szerint? Nem. Miért? Miért lenne? Minden, annyi felkapott hír van, és nagyon sok minden. Aha. Nem úgy lesz. Aha. Tehát ön abban bízik, hogy ez nem valósul? Nem, én azért nem ülök fel sok mindennek, amit mondanak. Én azt is hallottam, hogy 5000 forintért lenne egy mindenre érvényes, mert azt támogatom, hogy olcsón, de mindenki autópályát használjon. Én nem örülök neki, nem tartom igazságosnak. Vannak idején, amikor épültek ezek a M0-ások, azt hirdették, hogy a mi pénzünkből épül. Hogy akkor most hova lett a mi pénzünk, hogyha most megfizessük még egyszer azt, amit már egyszer megfizettünk. És szerintem visszaszorítják a környező lakosságot azáltal, hogy bejöjjenek a fővárosba, mert hát drága lesz tulajdonképpen. Tehát nem bírja meg azért, mert havonta, mit tudom, 200-300 ember a szakaszon közlekedik, hogy vásároljon matricát, értem, mert hát nem egy foltban. Tehát én ellenzem azt, hogy tovább, szóval, hogy eleve nem is értem azt, hogy annyi jót ígértek, és akkor abba kezdik mindjárt, hogy újabb adókat. Tehát úgyis drága, eleve bármihez nyúl az ember. Nem tudja, hol fogja meg a dolgokat, és akkor még rátesznek ott, ami jogtalannak tartom. Mert hirdették azt, hogy minden családban három gyerek, egy lakás, autó. Tehát akkor hogyan használjam azt az autót, hogyha nem tudom megfizetni azt, hogy használhassam.